Jó, Bogi! Nem, 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 segítek! Ide oda! Hadd be neki! Dami! Dami! Elkezdődött az idei tűzkakas. Az országos tűzoltó strand foci bajnokságnak az eddigiekhez hasonlóan ismét a Paksi strand ad otthont. A sportrendezvény szervezői, a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazgatóság és a Paksi önkéntes tűzoltó sport és hagyományőrző egyesület. Jelenleg a selejtezők zajlanak, a döntő augusztus 6-án és 7-én lesz. A selejtezők során ugye 33 csapatot figyelembe véve a szolgálszervezéseket 11, illetve 22 csapatos csoportba osztottuk, és ebből a csoportokból fognak tovább jutni majd az a 24 csapat, aki a döntőn részt vesz. A verseny színvonala mindig is kimagasló volt, de ebben az évben még az is növelte, hogy a pálya új homokot kapott, valamint a kapuk és a hálók is megújultak. A rendezvényen sok a visszatérő csapat, de mindig vannak új jelentkezők, most először Győrbe is jönnek játékosok. A Jászberényi öregfiúk csapata viszont már veteránnak számít, eddig mind a 21 versenyen elindultak. Két első helyünk van, talán három második, több harmadik, illetve ez az egy csapat az, amelyik mindig tovább ment a selejtezőből, és a döntőben is tovább ment a saját csoportjából. Maga a verseny olyan fizikális állapotot igényel a játékosoktól, ami tűzoltókhoz méltó, hiszen a tűző napon zajlik a megmérettetés, valamint még közel 20 centis homokban rúgják a labdát. Mégis sok résztvevő, köztük Újvári Béla is úgy tartja, hogy a tűzkakas legnehezebb része, hogy a csapatban minden egyes ember az összes meccsen koncentrálni tudjon, mert csak úgy lehet megnyerni a bajnokságot. Tavaly nekik ez sikerült, így haza is tudták vinni a vándorkupát. Nagyon-nagyon szerettük volna megnyerni már évek óta, még 31 éves koromban kezdtem ide járni, és tavaly töltöttem az 50-et, és úgy sikerült, hogy bár a kapuba visszaszorulva, de sikerült megnyerni. Frenetikus érzés volt ez, nem tudom elmondani. Negyedszer játszottunk döntőt, háromszor másodikok lettünk, többször végeztünk az első 5-be, az első 8-ba szinte mindig benne voltunk, amikor bejutottunk a döntőbe. Pont ezek miatt nehéz szívvel hozták vissza a kupát, de remélik, hogy idén is haza tudják vinni. A játékosok többsége a családjával érkezik a versenyre, akik ilyenkor ki tudják használni a strand által nyújtott lehetőségeket.